Aki még nem sörözik, az nyugodtan sörözzön, mert itt szabad. A következő témánk az összetett lesz, és tulajdonképpen arról fogunk beszélgetni, hogy nem csak téglaházban vagy betonházban lehet élni, hanem vannak olyan ökológiai szempontból teljesen természetesen működő rendszerek, amelyek lehetővé teszik, hogy élő környezetet teremtsünk saját magunknak. Tekintve, hogy ennek a témának aztán teljesen csak a rajongója és az érdeklődője vagyok, szeretném átadni a szót a szakembereknek, hogy mutassák be röviden önmagukat, és azt a módszert, amelyeket ők használnak, és amelyekről szeretnék, ha önök is, ti is tudnátok. Úgyhogy átadom a szót legelőször Zalatnai Lászlónak. Köszöntök én is mindenkit. Lehet, hogy egy rövid kört fussunk ilyen egy-két szóba, és akkor utána majd talán részlegbe belemehetünk. Én szalmabála építészettel foglalkozom. 10 évvel ezelőtt találkoztam ezzel először Magyarországon, egy család elkezdett építeni, és elhívtak, hogy segítsek. Aztán ez így nagyon megtetszett, utána én szigeteltem a saját házamat is, és aztán így csodálkoztam, hogy nem terjed, pedig ez egy nagyszerű dolog, és így belevágtam ebbe az egészbe. Én egyébként környezetvédelemmel foglalkoztam korábban, most is még érintőlegesen, és ilyen megdöbbenve láttam, hogy mi mindenre jó ez a technológia, de erről majd később, úgyhogy adunk tovább a mikrofont, jó? Köszönöm. Én is szeretettel köszöntöm a résztvevőket. Magamról talán annyit, hogy én a SuperBio technológiával 3 éve ismerkedtem meg. Magyarországon egyébként sem régi ez a technológia. Az első épület ebből az építkezési módszerrel nálunk épült, bocsán mindegyszerűen. Előtte vályoggal, fával dolgoztam, és ez keltette fel az érdeklődésemet, hogy van egy olyan anyag, ez a szupervályog, ami talán többet tud, mint a vályog, de erről részletesebben talán kicsit később, és továbbadnám akkor. Köszönöm szépen! Modri László vagyok, az Élőházak Kft-től. Mi dombházakkal foglalkozunk. Egy pár évvel ezelőtt jött össze egy jó párfős csapat, aki az építkezés különböző területén, a tervezéstől, a kivitelezésig, az ökológiai építészet, a szakrális építészet és különböző területekről jöttünk össze, és elkezdtünk keresni egy olyan technológiát, amelyik leginkább megfelel egy fenntartható életvitelnek. És a végeredmény lett ez az általunk kifejlesztett technológia. Ez egy enzimmel stabilizált föltégla alapú építkezés, ahol a régi anyagokat, tehát a több ezer éve használt földet használjuk, mint építőanyag, és ezt keverik a jelenlegi űrtechnológiai módszerekkel. Tehát majd a többit azt majd később. És mi a munkatársam? Csizmadia Gergely vagyok, és én szakmai részét képviselem a dolognak, kivitelezés részéről. Na, szuper, köszönöm szépen itt a rövid bemutatkozást. Akkor ugye itt több különböző módszert meg a képviselői vannak. Első körben ugye mindennek vannak előnyei, hátrányai, hogy egy picit bevezessük a hallgatóságot, hogy ennek a annak a rendszernek, például a szalmabálának, hogy milyen előnyei, hátrányai vannak. Laci, elkezdem? Próbálok nagyon ilyen röviden, felsorolásszerűen beszélni a szalmabáláról. Minden ház, aminek a határoló felülete szalmából készült, ez szalmaház, födémszigetelés is végeznek, vagy készül ebből. Egy helyi anyag, nem kell messzire szállítani, nagyon jó hőszigetelő anyag, egy mondjuk egy B30-as falhoz képest 90%-kal jobban szigeteli a hőt. Nagyon jó hangszigetelő képességgel bír. Egy élő anyag, nagyon jó a páragazdálkodási tényező, ami azt mondjuk, hogy egyrésztben a lakás belső levegőjének a minőségében egy fontos szempont, másrésztről, mivel egy élő anyag is alapvetően tartalmaz egy kevés nedvességet, ezért ha például kívülről érkezik egy nyári melegben egy nagy hőterhelés,
akkor ez a nedvesség elkezd párologni, és lényegében egy ilyen beépített vagy szerkezetben rá, hogy mondjam, megvalósuló klímaberendezésként működik a szalbála, hiszen a párolgás hő az elég nagy energiát igényel, vagy a vízpárolgás. Nagyon könnyen lehet megtanulni, tehát most így próbálom így a dolgokat összedni. Csinálni kell, és akkor rájövünk. Van egy-kettő technológiai érdekesség, amit el lehet sajátítani menet közben. Nagyon jó arra, hogy kalákába dolgozzunk. Látványosan lehet építkezni, hogyha kész mondjuk a tető. Ez egy érdekes dolog, hogy általában alap, fal, aztán tető, így ez általában az építkezések logikája. A szalmánál meg lehet csinálni azt, hogyha egy tartó szerkezetet építünk, és arra tesszük rá a tetőt, akkor egy tető alatti munkát lehet végezni, hiszen a falazat kitöltésére szolgál ez a szalmabála. Szoktak félni attól az emberek, ilyen, csak mondom, hogy vannak rajta, amikor ilyen ismert terjesztő előadásokat tartok, vannak ilyen gombok, amiket így megnyomogatnak rajtam. Az egyik gomb az ilyen tűz, a másik az egér. Átcsellók, akkor mondom sorba, tűz, mi csináltunk egy tűztesztet Magyarországon az EMI laboratóriumban, 45 perces vizsgálatot kértünk, vagy ott abba hagytuk a mérést. 1000 Celsius foknak tettünk ki egy két oldalt sárral letapasztott szalmabála falat, amin egy emeletnyi tömeg volt még ilyen hidraulikus nyomással előállítva. 45 perc után működött a rendszer tovább, azt mondtuk, köszönjük szépen, ez Magyarországon elegendő nekünk ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni az engedélyezésben, de tudom, hogy Ausztriában van 90 perces teszt, vagy az Egyesült Államokban 120 perces teszt. 800 fok az elég magas hőmérséklet, 1000 fok az elég magas hőmérséklet. Tehát a tűzzel problémák nincsen, ugye ha nem az égéshez kell éghető anyag, oxigén és megfelelő hőmérséklet. Tehát hiába van meleg, hiába van éghető anyag, ha nincs oxigén, ami ugye a sártapasztással ki van zárva a bálából, egy minimális van, de az nem elég az égéstápláláshoz, akkor az egy nem éghető anyag. Lényegében tűzfalat is lehet akár szalmabálából építeni. A másik kérdés pedig a rágcsálók. Egerek például, mert ugye nem sok termesz van, meg ilyen jellegű kérdéssel nem kell foglalkozni. Az egér, az a szalmát szereti, mint lakhely. Szalma kazalba, az egér nagyon könnyen be tud menni. Sőt, a szabadon hagyott szalmabálák közé is nagyon jó, könnyen be tud menni, hiszen a két bála között ő jó kis búvóhelyet tud találni. Ritkán megy bele magába a bálába, mert ez egy tömör anyag, amiben nagyon nehéz járatokat készíteni. Ha be van építve a falba, akkor még tömörebb. Tehát amikor akár egy vászszerkezet közé rakjuk a bálát, akár úgy csináljuk, hogy megépítjük a bála falat, egy koszorúval körbe rakjuk, és utána építjük a fel a tetőt, tehát a bála egyébként alkalmas arra, hogy egyszintes épületeknek a tetejét is elbírja, akkor elég tömör ahhoz, hogy ne könnyen tudjon bemenni. Persze kivitelezési hibák mindig vannak, értve nem mindig vannak, akkor vannak, hogyha néhány apró, ám de nagyon fontos dologra nem figyelünk oda. Tehát ha rosszul építjük meg a házat, nem kell olyan tömör, vagy rosszul választjuk meg a szalmát, akkor előfordulhat ritkán. De ugye a világon van kb. 30 ezer ilyen épület, itt van néhány fotó kinn a falon. Van olyan, amilyen toszkán stílusú villa, ami mondjuk 1,8 millió dollárért árulnak éppen az Egyesült Államokban. Ott garantálom, hogy nincs benne egér, hiszen akkor ennek a piaci értéke nem lenne. Tehát a világon ezt nagyon jól megoldották, az, hogy a rágcsalókat távol tartsák, jó kivitelezés a kérdése ennek az egésznek. De azt gondolom, hogy majdnem minden épületbe be tudnak menni az egerek. Na, nagyon röviden ennyit elmondtam. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, ez pedig a víz. A víz az inkább ellenség a bálának, mint a tűz, hiszen a bálának egyetlen egy természetes úton, módon vagy úton való ellensége van, az pedig a baktérium. Hogyha nagyon magas a nedvesség tartalom, akkor a baktériumok tudnak dolgozni, meg tudják emészteni a bálát. De hogyha
rakunk egy nagy cipőt, meg rakunk egy nagy kalapot az épületre, az jól szigeteljük lent, és egy megfelelő minőségi tetőt, ami kicsit túlnyúlik, vagy a vakolattal, ez már részlet kérdés, sárkányhasználással tudunk úgy dolgozni, hogy távol tartsuk a vizet, akkor mondhatom azt, hogy a bála épület egy örök dolog. A 1800-as évek végén indult el ez a technológia, és durván azok az épületek, amire kiforrottak és elkezdték jól csinálni, az a 1900-es évek eleje. Tehát 100 éve ezek a házak élnek, teljesen jól működnek, minimális fűtési igényük van, hiszen nagyon jó hőszigetelő képességgel bírnak, és akkor most itt abba hagyom, mert utána egy nagy levegővel tudom folytatni a kármeddig. Majd vissza fogunk térni arra is, mert ez egy fontos pont ma már, hogy ugye itt költségek szempontjából ugye miről beszélünk, de ez majd a következő kör lesz, addig átadom most. A szupervájuk technológiát nagyon sokan nem ismerik Magyarországon. Ez a technológia most kezd elterjedni, gyakorlatilag a vályok technológiáról, a vályok építészettől kellene elindulnunk ahhoz, hogy képbe kerüljünk és tudjunk gyakorlatilag előnyökről is beszélni, milyen előnyei vannak ennek az építkezési módszernek. Tudni kell, hogy a vályog építészetnek több ezer éves hagyománya van, nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenhol. Ennek a technológiának az előnyeit generációk, nemzedékek élvezték, és mindezeket az előnyöket, amiket hordozott a vályog, sorolhatnám a hőtároló képességtől, a változatos formákon keresztül, amiket ki lehet alakítani vályogból, a könnyű természetbarát vályogok bedolgozásait, tehát ahogy a vályog készül a szalma töreg adalékanyaggal. Ezen túl a szupervályog olyan előnyöket is hordoz, amik kiküszöbölik a vályog építészet hiányosságait. Az egyik ilyen hiányosság, amit egy vályog épület hordoz magában, szinte csak úgy, mint egy szalmavála épületnél, a víz kérdése. A víz majdnem minden épületnek ellensége, a vályog épületnek különösen. Nagyon-nagyon gyorsan tönkre tudja tenni egy épület teljes szerkezetét, bármilyen, akár felcsapó, akár pedig bármilyen átfolyó víz. Gyakorlatilag ez a technológia, ha nem is teljes megoldás kínál arra, hogy víz ellen védekezzünk, illetve hogy ne menjen szerkezetileg tönkre az épület, de hivatalosan ez egy árvíz, földrengés és tűzbiztos épület. A Szent András törésvonalra rátelepíthető 8-as-9-es erősségű, Richter-skála szerint 8-as-9-es erősségű földrengés szerkezeti károsodás nélkül bír ki. Árvíz elvonultával az épület kiszárad, gyakorlatilag megoldást jelenthet ez árvízveszélyes területeken is. A legtöbb épület szerkezetileg megsínli egy árvíz levonulását. Ez az épület nem, ez ebből készült épület nem. Mivel éghető anyag nagyon kevés van, vagy gyakorlatilag nincs, ezért tűzbiztos. A szerkezete nem sérül. Természetesen egy hosszú, intenzív hőhatásnak kitett bármilyen építőanyag, még a tégla is veszít azokból a tulajdonságaiból, amik gyakorlatilag eredetivel bírt. De tűzbiztosnak nevezhető, tehát kigyulladni nem tud egy ilyen épület. Ami benne levő éghető anyag, az persze elég, de kigyulladni nem tud egy ilyen épület. Előnyeik, ezt sorolnám én is föl, hogy kaláka munkában lehet építkezni vele. Gyakorlatilag nem csak lehet, hanem csak így lehet. Ezt nem lehet. Magyarországon nem is igazán próbálták még iparosokkal, vállalkozókkal építetni a épületet. Ami épület épült, az baráti, családi körülmények között kaláka munkával készült. Az élő munka igénye nagyon nagy. Az anyagi refordítás, amit az épület szerkezetére kell fordítani, viszont fajlagosan szerintem kevesebb, mint más építkezési módszereknél. Nagy előnye, hogy nincsen szállítási költség. Nem terheljük a környezetet fölöslegesen szállítással. Az építőanyagot a legtöbb esetben már a gyárba is, az alapanyagot szállítják a gyárba, aztán a gyárban általában magas energiarefordítással alakítják építőanyaggá. Az építőanyagot a telephelyre, a telephelyről az építkezés helyszínére, mind-mind fuvarköltség, mind-mind energia, mind környezeti terhelő tényező. Itt az építkezés helyszínén termelődik ki az építőanyag, a legtöbb esetben az emésztő, derítő, esetleg egy kertító, medence,
anyagát használják fel, vagy használjuk fel az épület szerkezetének alapanyagaként. Nulla szállítási költséggel. Ezen kívül, ami miatt még kiemelném, a Kalákának itt nem csak az építkezés előre haladtában van szerepe, hanem gyakorlatilag az épület akkor fog és úgy fog felépülni, hogyha olyan emberek építik, akik egymással valamilyen baráti, vagy valamilyen olyan viszonyban vannak, amit heteken keresztül képesek fenntartani. Tehát itt fontos, hogy az épületbe olyan energiák is kerülnek talán, amik egy megrendelt épületnél nem fognak soha. Előnyeiket közt kell még felsorolnom azokat a változatos formákat, amiket ki lehet belőle alakítani. A tervek nagy része kupola, félgömb, alaprajzú épületekre készültek, de az előbb említett módon, hogyha egy önhordó tetőszerkezet már áll, gyakorlatilag bármilyen tető alá be lehet építeni ezzel, vagy lehet építkezni ezzel az építőanyaggal, ugyanúgy, mint a vállaépítészetnél, a szalonvállaépítészetnél, itt is. Lehet szögletes formákat, de lehet gömbölyű formákat is. Nagyon nagy előnye, hogy a környezetet szintén kevésbé terhelve minimális faigénye van. A legtöbb épület még ma is úgy készül, hogy vagy a tetőszerkezet, vagy a födém, vagy a fasz... gyakorlatilag a tetőszerkezet födém, de van, ahol a falszerkezetben is fa gerendák, fa elemek kerülnek beépítésre. Itt majdnem kikerülhető, a tetőszerkezetnél a teljes tetőszerkezet elhagyható, mert önmagában a falszerkezet adja a tetőt, illetve mivel nincs héjazás, ezért a gerendák, cseréprészek, semmiféle fa nem épül be a házba. A tetőszerkezetet teljes egészében a falszerkezet adja. Ezt, ha figyelembe vesszük, itt a héjazás is megspórolható, tehát nem kell semmiféle cserépről, bármilyen burkolóanyagról gondoskodni. Nagyon szépen lehet a környezetbe illeszteni, dombházszerűen, tehát félig földházként vagy földházként. És millió előnye van, ami szerintem így a beszélgetés közben elő fog jönni. Csak itt a hátrányokat is előbb-utóbb meg kell említenünk. De ha belegondol az ember, és járt már valaki egy vályokházban, akkor hasonló érzetet, hasonló érzést tud adni, mint egy vályokház, azokkal az előnyökkel, hőtárolóképesség, kedvező páratartalom a házban, egy egészen más minőségű életérzés, amit egy panellal szemben nyújt egy vályokház, hasonló tud ez a technológia is biztosítani. Tovább is adnám. Köszönöm szépen. A dombházak azért eléggé hasonlók az előnyöket tekintve a szupervályokhoz, mivel mi is földből dolgozunk. A pár előny, tehát mi is az egyik, amit megközelítettünk, az energetikai oldal. Energetikában két témát néztünk meg, az egyik az előállításának az energia és költségvonzata, a másik meg az üzemeltetésnek a költségvonzata, illetve energetikai vonzata. Ez a technológia, ez is helyi anyagokkal dolgozik, helyi munkaerővel. Egyedül a téglagyártógépet kell kivigyük helyszínre, illetve annak az áramellátását, hogyha éppen nincsen. Kiválóan alkalmasak a házaink szigetüzemű háznak, tehát ahol nincsen se víz, se áram, se semmi. Kimondottan erre vagyunk ilyen tanyasi világban, erdőkörnyezetben kialakítani ezeket a házakat, ahol lehet az ötlet, az egyébként Erdélyről származik, ott egyik üzletársunk ott volt kint meghíváson egy ilyen házban, ami földtéglából épült. Kint egy teljesen üres domboldalban fent az erdő. Se áram, se semmi, de teljesen szigetüzemben működött a ház. Havi költsége 5000 forint körül volt ennek a háznak. És ez is a telefonszámla volt, tehát a mobiltelefon. Azon kívül semmilyen más energiát nem használt. Volt egy agregátor, amit 3 év alatt kétszer kell bekapcsoljanak. Onnantól kezdve az összes többi napelemekkel meg megfelelő módszerekkel el tudták látni. Az alapanyag az egy tégla, amit hát elég sok ország használ. Van a hagyományos földtégla, amikor simán kibányászak a földet és azt préselik, és abból lesz egy tégla, illetve sok helyt stabilizálják, vagy cementtel, vagy betonnal.
Mi erre egy enzimet választottunk, amit mezőgazdasági utaknál használnak. Sokáig azt csinálják, hogy feldarálják az útnak valót, beszórják ezzel az enzimmel, adnak hozzá egy kis vizet, végig megy rajta az úthenger is használható az út. Tehát nagyon sok ország használja ezt a technológiát, mi ezt az enzimet építjük be a falakba, és egyébként a termesz hangyák termék ezt az enzimet, és ők használják a saját házak vagy váraknak a szemcséknek összeragasztására. Tehát ezzel egy nagyságrendekkel erősebb anyagot kapunk, mint a hagyományos téglák. Teherbírása a normál égetett téglájékhoz hasonló. Annyi különbséggel, hogy itt nincsen égetési költség, nincsen logisztikai költség, nem kell szállítani, ott helyszínbe bányásszuk, préseljük és pár nap után beépíthető. A pár napról jelenleg vannak olyan gépeink, amik 8 tonnával préselnek, és azok 2 hét alatt használhatóak fel égetés nélkül, illetve van most olyan, ami 17, az másnap már beépíthető a falba, tehát az kiprésel belőle mindent, ami szükséges, és képes 5000 téglát legyártani egy nap alatt. Kell 2-3 ember, még pakolja be gyakorlatilag és keveri az anyagot. Ezekből tipikusan köralakú, tehát ilyen kupolás épületeket építünk. Egy-két központi mag körül épülnek a több ilyen kupolás épületek, vagy szobák, és a végén erre még jön rá egy hőszigetelő réteg, egy teljes vízszigetelő réteg, és arra még rájön egy kb. 50-70 cm-es földréteg, tehát autóval fel lehet menni a ház tetejére. Gyerekek tudnak róla szánkozni, síelni, nyáron játszani, akarunk, fűszerkertet telepítettünk a ház tetejére, bográspartikat rendezhetünk, tehát igazából ezeknek mind megvan az előnye. A víz az nálunk is probléma lenne, tehát ez egy külön rész, hogy alulról is nagyon komoly szigetelés használunk, és felülről is nagyon komoly vízszigetelés használunk. Olyan technológiát, mi mondtam, hogy a űrkorszakbeli anyagokat szeretünk felhasználni, ahol lehet, amit a különböző nehéz ipari tárolókba használnak, tehát ahol ilyen tonnaszámra megy bele a vegyszerek, a savas anyagok meg hasonlók. Illetve olyan ez az anyag, hogyha százasszeggel átütöd, pár perc alatt a benne levő anyag megfolyik, és újra elzárja a vizet. Tehát gyakorlatilag egy öngyógyító víztechnológia. Hőszigetelésnek a korund nevezető anyagot használjuk, itt az űrhajókat ezzel hőszigetelik, gyakorlatilag egy kb. 1,5 milliméteres réteggel, amit szórással tudunk felvinni a felületre, egy 10-15 centis hungaracellnek megfelelő hőszigetést tudunk biztosítani. A másik, amit mondtam, az energia, ami nálunk nagyon fontos dolog. A falak egy elég vastag falak, plusz rajta ez a 70 cm-es rész, ami mind a födémet, mind az oldalának kb. 50-60-70%-át is elfedi. Nem igazán vannak hőkibocsátó részek. Másrészt ezzel a vastag földréteg eledik az, hogy a pince effektust, ami Magyarországon kb. 10-12 fokos alap pincéknek a hőmérséklete, ami azt jelenti, hogy nyáron nem kell semmilyen légkondi, nem kell bele hűtés, mert kellemes hőmérsékletet tud biztosítani bent folyamatosan. Télen viszont megvan az előnye, még a legtöbb háznál kint van 10-12 fok, és azt fel kell fűteni 22 fokra. Tehát le kell küzdeni egy kb. 34-35 fokos hőmérséklet különbséget télen. Nálunk ez a külső hőmérsékletet plusz 12 fok, bent 22, tehát kb. Mennyi az? 10 fokot kell leküzdjünk. Tehát ez a 10 cm-es hungarocell az kb. Egy 30-40 cm-es hungarocellnek felel meg, hogyha hagyományos házba veszünk. Innentől kezdve sokkal kevesebb fűtésköltség kell a házaknál. A másik érdekesség, amit te is mondtad, hogy ajándékba adunk egy tavat. Tehát gyakorlatilag ezt a téglamennyiséget vannak ki kell bányászni, illetve azt a földréteget, amivel lefedjük az egészet, ami egy 70 cm-es, mondjuk egy 100 négyzetméteres vagy 120 négyzetméteres háznál elég komoly méretű tó keletkezik. Most ezt tudni kell, hogy ez engedélyköteles, adóköteles, hogyha valaki egy ilyen tavat akar építeni, kivéve, hogyha valaki építkezésnél ezt felhasználja, onnantól kezdve az önkormányzatnak a felelőssége lenne, hogyha nem tetszik, az ő saját költségünk kéne betemesse. Mert ezt egyik önkormányzat se csinálja. Tehát van ajándékban ingyen, adómentesen gyakorlatilag egy tavunk. Amit még szokott a tervezőnk használni, hogyha a
a épület megfelel a tájolás szempontjából, hogy a déli oldalra rakja a bejárati ajtót, kezd egy viszonylag kisméretű téli kertnek kialakított ilyen előszobával, ahol két oldalt üvegekre lehet különböző növényeket elhelyezni, és úgy alakítja ki a tetőszerkezetet, ami benyúlik gyakorlatilag, hogy követi a napnak a pályáját. Tehát egy olyan ívon és egy olyan távolságban meghatározva ezek az ívek, hogy nyáron a nap pont úgy adja az árnyékot, hogy a ház falát pont nem süti. Tehát nem melegíti fel a házat a bejövő napsugár, viszont télen, mivel a nap alacsonyabban megy, ezen a téli kerten keresztül a teljes fénymennyiséget beviszi a házba, plusz a növények megsütődik a fénynek a spektrumát, tehát ilyen zöldebbé teszi, és az az érzés az embernek, hogy kint süt a nap, meg lehet, hogy eső, vagy éppen tél van. Ha ezen kívül meg tudjuk csinálni azt, hogy a tavat olyan távolságba helyezzük el, akkor ezt még reflektáló tónak is fel tudjuk használni, ami azt jelenti, hogy úgy van elhelyezve a háztól való távolsága, hogy nyáron a nap rásüt és a ház előtt elmegy a sugár, tehát nem melegíti a házat, viszont télen azt a fényt is betükrözi a házban. Tehát gyakorlatilag duplán megfogjuk ezt a télen ezt a napenergiát, és egy nagyon kellemes érzetet tud nyújtani. Most szerintem röviden ennyi. Akarsz amit hozzátenni, vagy később teszünk még hozzá? Tehát nagyjából ezek, amiket mi így összeállítottunk és használunk. Számomra is döbbenetes, amikor ilyeneket hallgatok, hogy egy kis gondolkodással mi mindent lehet létrehozni ma már. Térjünk rá egy kicsit olyan oldalára, ami ugye mindenkit érint jelen pillanatban, hogy milyen költsége van egy ilyen háznak, tehát, és kik azok az emberek, akik számára mondjuk érdemesebb az egyiket a másikkal szembe választani. Tehát, hogy itt akár abban is benne van, hogy a kis vita kialakul, hogy én azért gondolom, hogy az én megoldásom jobb lenne, mert ezért, vagy azért, mert így kerül perspektíva mindenki számára. Én nem fogok vitatkozni, hogyha nem haragszanak a résztvevők. Mert azt gondolom, hogy mindenki úgyis eldönt valamit, valahogy meghozunk egy döntést. Meglévő információk, vágyak alapján. Egy autót sem úgy vásárolunk, hogy minden paraméteret végignézzük, és az összes közül megnézzük, hanem megnézzük, ez szép, ezt akkor megveszünk. Tehát, hogy így fontos egyébként az, hogy mennyibe kerül egy épület, meg egy csomó minden más is, mert hogy valamit nem lehet pénzért megvenni, például sok minden. Na, akkor az árak. Hogy ami egy ilyen nagyon jelen példa, tavaly készült el Nyíregyházán egy olyan épület, ami egy meglévő vályokház kiegészítéseképpen egy szalmabála házrészt kapott, gyakorlatilag megduplázódott, és a vályogot is körbeszigetelték bálával. Ennek durván 120 ezer forint per négyzetméter az a költsége, ami a munka, illetve az építkezés költsége, ebben nagyon sok saját munka van benne, a család nagyon sok munkát rakott bele, akik ezt építették. Ez az építés, vagy ez a nagyjából a költség, ami azt gondolom, hogy nem rossz van. Nagyon sok minden saját maguk építettek meg, nyilván ez lehet 200 ezer forint is akár négyzetméterenként. A működtetés meg egy megint más kérdés. Azt nem nagyon, ezt szoktunk már számolni, hiszen a gáz meg az energiahordozók igen drágák. Azt egy másik példával tudom alátámasztani. Sárospatakon 10 éve épült meg Magyarországon az első szalmabálaház, és ott olyan mínusz 10 fok alatt gyújtanak be. A felett nem kell begyújtani, mert a konyhában a sötés főzésnek akkora hővesztesége, hogy ezt a lakást 20-22 fokon tartja. Ha ennél is jobban rámegyünk, akkor meg lehet csinálni azt is, hogy ezen a klímán akár olyan épületet építünk, amiben nem kell semmilyen fűtési berendezést betervezni. Ez nyilván itt sok minden nem múlik. Napenergiával lehet játszani, például passzív házakkal, vagy téli kertekkel. Nem passzív házakkal, tehát téli kerttel, passzív napépítészettel. Úgyhogy itt már azért jelentős költségeket lehet megspórolni. És nem szoktunk arról nagyon beszélni, hiszen mindenki ugye a terméket akarja reklámozni, meg népszerűsíteni, de bizony minden épületnek van egy élettartalma, utána kell kezdeni vele valamit. A polisztirohab az
egy olyan hulladék, amivel nem nagyon tudunk mit kezdeni, próbálgatják újra darálni, de nem nagyon sikerül. Az előtársának is van egy csomó környezeti hatása. Az alabálát meg egyszerűen kirakjuk a talajra, aztán lesz belőle humusz. Tehát én az élet újra életté válik. És ez egy érdekes kérdés. A költségekkel kapcsolatban még egy ilyen gondolatot szeretnék így felvetni, az, hogy mi alapján döntünk. Hiszen szerintem mind a három technológia olyan, ami komfortban is, életminőségben is tudja azt, amit ma elvárunk egy háztól, sőt még többet tud. Környezetvédelmi szempontból, tudatosság szempontjából, energiatudatosság szempontjából. És mégis mi az a ok, ami miatt nem terjed, vagy lassan terjed. Ismeret hiány, nem ismerjük mi emberek, hogy lehet másképpen is építkezni, vagy nem bízunk abban, hogy ha megépítek egy szalmaházat, akkor azt majd el lehet adni. És akkor azt mondom, hogy inkább befektetem itt nem túl környezettudatos épületbe, amit majd dráján kell fűteni, viszont azt tudom, hogy el lehet adni. Ugye a mai gondolkodásunk határozza meg, nagyon nehezen tudunk a jövőbe gondolkozni. Nehezen tudjuk elképzelni, milyen lesz az idő, amikor a földgázhoz nem jutunk hozzá. Hogy akkor, aki egy házat akar venni, akkor meg fogja nézni, hogy mennyi ennek a fenntartási költsége. Már most is megnézzük, de még mindig nem olyan mértékben, mint ahogy erre esetleg a jövőben szükségünk lesz. Megnézzük a fekvését, meg a mindenféle egyéb dolgot megnézzük, és akkor mellesleg megnézzük még azt, hogy fenntartani ezt az épületet hogyan lehet. Vagy mik azok a sztereotípiák, ami be van építve. A szalmánál azt tudom, hogy ez a viskó kategória. Hát a szalmából van az ilyen kis viskó valami. Direkt azért csináltam ezt a Facebook oldalt és meg ezeket a képeket, hogy lehet látni, hogy ez nem az a viskó kategória. De mégis, amikor ez a dolog feljön, vagy a vályognál is, ugye a vályog a szegényeknek az építőanyaga, ezek olyan sztereotípiák, amik bennünk élnek. És ha nem foglalkozunk velük, akkor ezek tovább élnek. Tehát ezekkel foglalkozni kell, ezeket át kell írni, én azt gondolom, mert ezek az épületek szerintem sokkal kevesebb kompromisszumot kell kötni, amikor megépítjük. Hiszen nem az van, hogy most környezettudatos vagyok, azaz leszégetelem 15-20 centiméter cellel, de hát akkor a környezetnek egy másik aspektusát sértem meg, az, hogy szállítani kell, gyártani kell, utána hulladék, ami lesz. Tehát egy csomó olyan jó tulajdonsága van. És ugye mégis egy kérdés, hogy ezekről miért nem tudunk annyit, vagy miért nem kerül be sokkal mélyebben az építőiparnak mondjuk a építészképzésbe. Van erről már szó, gondolom, valamilyen szinten, de ezek még ilyen fakultációk, meg ilyesmi. Ez nekem egy nagyon fontos kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy ezeket megismerjük, elterjedjenek. Mert a szalmánál tudjuk, hogy 100 éves gyakorlat van, nem annyi, mint a vályognál, mert hogy az ipari kornak egy melléktermék a szalmabála, de ezek az épületek, ezek működnek. Nem kérdés, hogy ez tartós, jól működő, magas életminőséget tesz lehetővé, és mégis ilyen világ egyes részein jól terjed, főleg az Egyesült Államokban, Angliában, Németországban, más részein meg ilyen, hát de érdekes van ilyen is, de azért mi építsünk egy téglaházat, érzés van. Na, ennyi gyorsan, és nem gyorsan a költségekkel kapcsolatban, és akkor nézzük tovább. Mielőtt a költségekbe belemennék, egy pár szót arról, hogy is épül egy ilyen szupervályog épület. Nagyon keveset tudnak róla általában az emberek, ezért pár szóban a technológiáról. Az épület alapanyaga önmagában az a föld, vagy az a talaj, amit a helyszínen bányásztam ki, illetve egy tóból, vagy valamilyen egyéb olyan pincéből, emésztőből termelünk ki, ami helyben megtalálható. Ez lesz beletöltve egy polipropilén zsákba, ami egy UV instabil zsák, és gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint egy lisztes zsákot, talán ezt többen láttak már, egy végtelenített lisztes zsákot, ami 2-3 kilométeres gurigákba van össze, föltekerve, és ebből vág le az ember méretre egy akkora darabot, amekkorára szüksége van egy kör alakú építmény alapjához mondjuk, és ez van megtöltve azzal a
töltelék anyaggal, amit helyben termeltek ki. És egyre szűkülő körökben, megfelelő tömörítés mellett egy kupola szerkezet kerül kialakításra, és gyakorlatilag ez lesz az épület fal szerkezete. Önmagában az alap is ugyanez lesz. Innentől lehet beszélni költségekről, hogy látjuk már egy picit, hogy hogy is néz ki ez az épület. Költségek gyakorlatilag a legnagyobb részét a költségeknek azt kell, hogy mondjam, nem is a fal szerkezet teszi ki, hanem a belső gépészeti munkák, szigetelések, nyílászárók, egy fürdőszoba kialakítása. Azok a járulékos költségek, amik nem feltétlen a fal szerkezet adja meg. Ezek a költségek itt is állandóak, vagy ugyanannyi, mint egy téglát, hagyományos Wienerberger téglaházban, vagy egy bármilyen technológiából készült épületben. Itt is lehet spórolni valamennyit, de nagyságrendeket nem. Fal szerkezetnél lehet, én azt mondom, és tulajdonképpen úgy, hogy itt is a fal szerkezet kialakításánál tényleges költségek egy betonkeverő üzemeltetése, hogyha nem kézzel szeretnénk elkeverni, homogénni azt az anyagot, illetve ha stabilizátort teszünk abban a töltelékanyagban, amit visszatöltünk, akkor azt el kell homogén keverékkel keverni, ezt lehet kézzel is, de egy-két betonkeverővel sokkal könnyebben megy. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a földhöz, egy vályogos, vagy vályogtartalmú, vagy agyagtartalmú földhöz valamennyien 10%-nyi mészt, cement van keverve, és ez lesz visszatöltve a zsákokba. Költségeket tekintve ez a legjelentősebb tétel. A zsákanyag egy 60-80 négyzetméteres kisméretű családi házhoz 300.000 forint körül van. Ami még rájön, cement és az élő munka igény. Ez azt jelenti, hogy az embereket etetni kell, gyakorlatilag ez egy olyan költség, ami nem spórolható ki belőle, és nem kevés ideig, mert ennél a technológiánál 6 ember alatt nem érdemes nekiállni a kalákának. 6-8 emberrel működik jól egy kaláka, ha két kaláka párhuzamosan tud futni, vagy két csapat párhuzamosan tud dolgozni, gyorsabban készül az épület. De a legjelentősebb tétel mégis azt kell, hogy mondjam, az embereknek az etetése. A többi költség az nagyjából ugyanannyi lesz, én úgy vélem, a többi épületnél. Lehet spórolni olyan értelemben, hogy szigetelésre, hol mennyit kell fordítani vízzel, hőszigetelésre, a technológiától függően. Lehet spórolni a belső gépészetnél, hogy a fűtés mennyire, az elektromos hálózatok mennyire egyszerű, illetve bonyolult kialakítani egy-egy szerkezeti megoldásnál. De ezek már mind nem nagyságrendi különbségek. Költségekről tulajdonképpen ennyit szerettem elmondani, tovább is adnám. Köszönöm szépen. Hát igen, az árak az mindig jó kérdés. Próbáltunk csinálni különböző számításokat. Nagyon az igényektől függ, hogy milyen számítás van. Körülbelül tudok mondani egy ilyen nagyságrendet négyzetméter ára, kb. 140 és 260 között. A 260 az már az önellátó ház, tehát ahol napelemekkel, megfelelő technikákkal, a 150 körül az nem, tehát ott rá kell csatolni, és hasonló is megvan a havi, nem tudom, 40-50 ezer forintnyi számla. A másiknál meg nincsen meg ez a számla, tehát azért egy kicsit nehéz számolni, hogy most mit akarunk. Másrészt, hogy tényleg milyen igények vannak, tehát mehet az akár egy nagyon érdekes döngőpadló részsel is, mondjuk egy nappali kialakítása, de mehet az csiszolt márvánnyal is, tehát volt ilyen igény is. És akkor már is nem 150-ről beszélünk, hanem akkor az már 200-250 felfel az árak. Tényleg igénytől függ. Amit mondtál, a munkaerő az nálunk is folyamatosan kell, tehát amíg a téglákat legyártják, amíg azokat felépíti, tehát egy teljes 6-8 fős csapat több hónapon keresztül, tehát igazából az egy nagy költség. Alapanyag itt se túl nagy, tehát azok nem van vészesek. Hőszigetés, mondtuk, hogy ezt a anyagot használjuk. 40% olcsóbb, mint a hungarocell ugyanarra területre. Tehát, hogy azok is olcsóbbak, mint a dolgok. Amit mondtál, és szintén tetszett, hogy a szalmaházat a végén, hogyha nem kell, akkor kirakni és megszűnik. Ezeknél is ugyanaz a helyzet, hogyha nem kell, dózerre végigmegyünk és be lehet vetni. Tehát gyakorlatilag nincsen beépítve néhány csővezetéken keresztül sem olyan, ami nem öko és nem természetbarát. Amit mondtam, ezt a bentoni, tehát ezt a vízszigető réceget is, olyan, mint egy
Tehát gyakorlatilag egy agyagréteg van megfelelő vászon anyag között. És ezért van az, hogy hiába szúrod át, megfolyik ott azonnal az agyagréteg és betömi a lyukakat. Tehát gyakorlatilag az is olyan, hogy teljesen természetes anyag. Lehet bedarálni és mehet a levesbe. Tehát ilyen szinten tényleg mi is próbáltunk errefele haladni, hogy ne legyen semmilyen szemét. A másik az energia, amit beszélünk, hogy mit kell beépíteni, mit nem. Ha megoldjuk azt, hogy mondjuk egy 100 négyzetméteres háznál van egy közös gömbkupola középen, majd abból nyílnak a szobák körben, és ezeket a gömböket, ahol összeérnek, azt a részt kialakítjuk egy ilyen légcsatornává, majd egy tömegkályhát berakunk a szoba közepébe, vagy hát annak valamelyik falára, akkor gyakorlatilag a fűtés is mehet fával, vagy mit bennőtt el lehet érni szénnel, és a leveg, forró levegőt lehet beengedni a levegőt, tehát amelyik szobába éppen szeretnék, tehát nem kell az egészet fűteni, illetve a tömegkályhát azért is szeretjük, mert annak van egy sugárzó hője. Ami azt jelenti, hogy a levegő 2-3 fokkal lehet alacsonyabb, mint egy nem sugárzó energiájú fűtésnél. A másik, amit szoktunk, hogyha éppen nem akarnak napelemet meg hasonlókat, ott vannak az úgynevezett kogenerációs erőművek, ami az a lényege, hogy egyszerre ad hőt és áramot. A primer energiája ennek is lehet szén, fa, olaj, bármi. Tehát ha van egy kis mezés, azt mondja, hogy megtermeli a napraforgott sabópréssel magának pár hordót minden évben, akkor gyakorlatilag az is ingyen van. Ha azt mondja, hogy fával, mert éppen erdő van a közelben, akkor az a fűtés is ingyen van. És ebből meg tudja a áramot, meg tudja a fűtést oldani. Annyit kell néhány akkumulátor, hogy éppen nincsen visszatápláló rendszer. És ezek, amik a költségekben elég komoly különbségeket tudnak adni, hogy kinek mire van szüksége. Csempekályhára, vagy 2-3 millió napelemet a tetőre fel kell szerelni. Igazából nálunk is ezek a extra költségek. Nem tudom, így röviden. Még annyit fűznék hozzá a vályog tégla, nyomott tégla technológiához, hogy az mind a kalákás építési módszerrendszerben nagyon jól alkalmazható, illetve a hagyományos értelembe vett építőipari módszerekkel is, tehát kőműves szakemberek és egyéb szakemberek bevonásával is elkészíthető az épület, tehát azokon a helyeken, ahol nem oldható meg, hogy a család, illetve a barátok vegyenek részt az építkezésben, ott a helyben vagy a közelből felelhető szakemberek bevonásával is elkészíthető maga az épület. Van olyan külső körülmény? Most három nagyon értékes módszert hallunk. Ugye én is valamilyen szeretett, gyakorlatilag teljesen laikus vagyok ehhez a dologhoz. Hogy mi alapján döntsek én egy adott technológia mellett? Hogyha mondjuk az áras hasonló. Tehát nyilván mondjuk vannak olyan dolgok, hogy például egy olyan területen, ahol rengeteg szalma keletkezik, mondjuk egy alföldi területen, ott lehet, hogy mondjuk kifizetődőbb, egyszerűbb, hogyha valaki egy szalmabálát használ fel. De mondjuk olyan területen, mondjuk a Bakonyban, ahol kevesebb, vagy mondjuk a Mecsek környékén, ahol mondjuk kevesebb az illapanyag, ott esetleg egy másik módszer. Tehát most így gondolkodom én is, hogy mi alapján döntsön valaki, aki azt mondja, hogy oké, nekem tetszik ez az új megközelítés, én is szeretnék egy ilyen házat építeni. Hogyan közelítsünk? Tehát, hogy te hogyan közelítenél ennek ezek ismeretében? Igen, egy ház építése az egy ilyen komplex feladat. Már nem csak az érdekel, hogy milyen technológiából készült, hiszen addig még megépül a ház, addig ez érdekes. Utána meg már nem érdekes, mert a tapasztás, vagy a vakulat, vagy a valami alatt, hogy mi van, valami van, tehát hogy működjön annyi a elvárásom vele szemben. Nyilván nagyon, amit elmondtál, az mindig az, tehát hogy milyen építőanyag van a közelben, milyen ismereteim vannak, vagy akik majd szakemberek jönnek és építkeznek, azoknak milyen ismereteik vannak. Én nekem volt egy olyan példám, én a saját házamat szigeteltem szalvával, pontosabban ez egy házrész, csak egy ilyen társasházban egyik lakás, és a tűművesek, akiket először hívtam, hogy akkor tapasszák már nekem be, pontosabban mész homok vakolattal vakolják be a szalmabálát, ők neki estek meg buzgón,
építették, vagy így hát így dolgoztak rajta, aztán így szépen lassan így nem fejezték be, és úgy nem is nagyon jöttek, tehát így eltűntek, és ott volt nekem egy két hétig, egy hónapig, próbáltam utána más szakembert keresni, ránéztek, hát ez már el van kezdve, senkinek nem fülött hozzá a foga, úgyhogy én utána megcsináltam. Nem egy nagy dolog, csak oda kell figyelni, meg arra van szükség, hogy legyen egy kis rugalmasság. Tehát ez is egy szempont, hogy van-e megfelelő szakismeret. Mert jó, hogy könyves munkával, vagy könyves ismeretekkel meg lehet csinálni, de ha a könyves bizonyos rutin szerint hajlandó csak dolgozni, akkor abból nem lesz. Barátom ilyen Hundertwasser stílus nagyon szereti, és egy vályokházat úgy kértem meg a könyvest, hogy direkt hullámosra csinálja meg a vakolást, ne legyen egy egyenese. És azt mondta, hogy a könyves a környéken nem volt csak egy kőműves, nem volt hajlandó ezt megcsinálni, mert azt mondta, hogy hát oké, ezt én meg tudom csinálni, na de ezt a házat legközelebb eladják valakinek. És megkérdezik, hogy ki csinálhat ezt a kontármunkát, mert hát ugye egyenesnek kell lenni, ami egyenes mostanában, akkor az ő rossz híre megy el. Pedig ez egy jó minőségű hullám lett volna, de hát... Na, szóval egy csomó ilyen szempont van ebben. Én azt gondolom, hogy érdemes hosszú távon gondolkodni. Érdemes egy kicsit így a trendeket megnézni, mi zajlik a világban. Ma ugye azt mondjuk, hogy az élő munka az egy nehezen hozzáférhető, drága dolog. Ez így van, de azt is mondjuk, hogy munkanélküliség van. Most akkor hogy van? Tehát, hogy itt van egyik oldalról rengeteg munkaerő, másik oldalról meg ott van, hogy nagyon drága. Rajtunk múlik, hogy mennyire tudunk a világnak ezzel a részével foglalkozni, aminek most van egy ilyen furcsa, falamúci helyzete, ami miatt így az ember nem tud hozzáférni a munkához, még akkor sem, hogyha ideje, szaktudása is lenne. És én azt gondolom, hogy a döntéseink nagy része nem racionális. Ezt ilyen nehéz, vagy ilyen azt gondolom, hogy talán túl meredek. Olvastam egy valami anyagot ezzel kapcsolatban, hogy ezt 100 éve vizsgálják a tudósok, hogy a döntéseinket hogyan hozzuk, és akkor először az volt, hát, hogy a döntésekben 10%-ban számítanak az érzelmek, és de 90%-ban a racionalitás, és akkor egy 10 évente nőtt egy 10%-ot a dolog, ma meg úgy nagyjából azt gondoljuk, vagy azt gondolja ezzel foglalkozó szakma, hogy a rációval egy kicsit úgy megtámogatjuk azt, amit úgy a érzelmeinkkel dönteni akarunk, vagy amit úgy tetszik, amiben úgy beleszeretünk. És én azt gondolom, hogy majdnem mindegy, milyen technológiáról beszélünk, nyilván ezek fontos, ezek a racionális kérdések is abszolút fontosak, de minél nagyobb formavilágban a változatosság, minél többféle funkcióra lehet használni, mindegyik technológiában lehet ezeket fejleszteni, annál nagyobb a választási szabadságunk, és annál többféle dologba szerethetünk bele, és akkor kinek mi tetszik. Én azt gondolom, ez alapján döntünk, és ezt érdemes szem előtt tartani, és érdemes, amikor ezeket a technológiákat fejlesztünk, akkor ezt bemutatni, hogy hát itt a kreativitásnak csak a saját korlátunk szabhat át, mert ugye mindegyik olyan, ami rendkívül jó formálható helyszínen, tényleg így a... Így nem lehet vége annak a kategorizálásnak. Én próbáltam a szalmabál a házakat kategorizálni technológia szerint, hogy akkor van a teherhordó, amikor egy tartó szerkezet hordja a tetőt, van az önhordó rendszer, hogy jó, ez van ez a kettő. Aztán kiderült, hogy lehet panelházat is építeni belőle, tehát előre nyártott elemekként meg lehet építeni. Akkor kiderült az, hogy a szalmából lehet magas hőmérsékleten hőszigetelő anyagot préselni, mert a lignin, ami a elég nagy részben a szalmában benne levő anyag, egy magas nyomáson hőmérsékleten megolvad, és itt magát ragasztja össze, úgymond a szalmabála ház. Aztán most már láttam egy olyan gépet, ami a szalmából ilyen hengereket kötöz össze, és kb. Ilyen röntgház jelleggel lehet építkezni, és akkor most még csak az alaptechnológiákról beszéltem, és ezeknek a végtelen számú kombináció is van, illetve amit formát ebből és funkció, nyilván a funkció és a forma az fontos, tehát ezekkel gondolkodni kell ezekről. Úgyhogy na, ez mind szempont,
én, ha valaki ilyen rágja fejt, akkor kívánom neki, hogy ilyen élvezkedjen a sok lehetőség közül, és ami szimpatikus számára, amerre döntsön már, hogy azt fogja szeretni. Ott fogja jól érezni magát. Ez egy dolog, hogy sárgól van, vagy szalmából a ház, hogyha nem érzem jól magamat benne. Ha meg jól érzem magamat benne, akkor mindegy. És mindegyikben benne van az a lehetőség, hogy részt vegyünk benne, hogy a miénk legyen, hogy a saját igényeinknek megfelelően formáljuk. És én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb szempont. Talán még egy ilyen gondolat, egy Vas Albertnél olvastam, azt hiszem a Funti nevű boszorkánynál, hogy vannak házak, meg vannak, hogy fogalmazott, vannak a lakások, mindegy. A különbség az, hogy vannak olyan épületek, amiben laknak emberek, és vannak olyanok, amiben otthonként tud működni. Na most az a kérdés, hogy mit szeretnénk? A lelkünket kibontani, egy olyan helyen élni, ahol jól érzik magunkat, vagy csak a robot után hazamenni, és legyen egy lukam, ahol el tudunk lenni, vagy legyen egy másik lukam, ami ilyen státuszszimbólumként tud működni, és meg tudjuk mutatni, hogy na, akkor mi el is képesek vagyunk ez is útja. Tehát ezek. Ez olyasmi körülbelül, mint a kajálás és a táplálkozás közötti különbség. Így van. Mind a kettő étet rak a gyomrunkba, csak nem mindegy, hogy éljük azt meg. Tartsuk, mit tenni ezt hozzá? Nagyon sok szempont alapján dönt az ember, amikor egy házat vagy házépítésbe vág. És egyetértek azzal, hogy ezek nagy egyrészt racionális, a másik része meg irracionális, vagy érzelmi, vagy teljesen egy másik világból jövő döntés. De racionálisan is érdemes végigmenni az anyagi lehetőségektől kezdve a természeti adottságokon át a szemléletünkig, hogy mennyire vagyunk ökoszemlélettel megáldva, hogy mennyire fontosak ezek a tényezők. Ezek mind-mind szempont, és tényleg ki lehetne vesézni őket, hogy mennyire, tehát ezek alapján hogy lehetne dönteni. De egyet kell értsek abban, hogy érzelmi döntések születnek a legtöbb esetben. Az érzelmi döntéseket szerintem érdemes alátámasztani, vagy legalábbis megengedni magunknak, hogy tudjunk dönteni az érzelmeink alapján is. Ehhez fontos, hogy ismerjük, vagy találkozzunk ezekkel az építkezési vagy építési módszerekkel. Én fontosnak tartanám, mielőtt az ember belevág egy építkezésbe, hogy valamelyik módszer mellett dönt, hogy ismerje meg. Ne csak elméletben, hanem menjen el egy ilyen épületbe. Töltsön el. Én azt mondom, hogy nem is egy napot kellene, vagy egy rövidebb időt, hanem ha mód van rá, akkor egy picit hosszabb időt el tölteni ott, hogy milyen élni benne, milyen lakni benne. Az is elég lehet, vagy az is segítség, ha beszél az ott élőkkel, és elmondják a tapasztalatokat, de ez egy másodkézből vett tapasztalat. Le lehet szűrni abból is sok mindent, de igazán személyes döntéshez biztos, hogy az szükséges, hogy az ember éljen benne. Hogyha nem is tud élni, de legyen benne húzamosabb ideig, találkozzon vele. Én a mai gondolataimmal felelőtlennek tartanám magam, ha úgy döntenék egy faház építése mellett, hogy én abban szeretnék egy életet vagy egy hosszabb időt eltölteni, anélkül, hogy egy hetet eltöltöttem volna egy faházba, hallottam volna a recsegését, a szúrás recsálását, éreztem volna, hogy milyen az, amikor a fához érek, és nem ugyanazt a tapintást kapom, mint egy sima falnál, vagy teljesen mindegy, most úgy beszélek erről, mint a faházba értem volna, ez nem igaz. De mielőtt belevágnám a fejem egy faház építésébe, szeretném tudni, hogy milyen az. Milyen abban élni hosszabb távon is. És a hangulatot adhat az, ha benézünk egy ilyen épületbe, de én azt mondom, hogy ha egy hetet el tud valaki tölteni egy ilyen házban, akkor már képet kap arról, hogy ez mit jelent. Nem csak a szépségét fogja látni, hanem találkozni fog azokkal az árnyoldalakkal vagy nehézségekkel is, amiket mind a három ökoépítészeti módszer van ismertetve, de az összes módszer hordozza magába, és nem csak az öko, hanem a hagyományos építkezési módszerek is hordoznak előnyöket, hátrányokat, fontos ezeket megismerni. Előszeretettel beszél mindenki az előnyökről, de bizony hordoznak nehézségeket, hanem is hátrányokat, nehézségeket is. Ez fontos lenne, hogy tapasztaljuk meg, úgyhogy akár érzelmi, akár értelmi döntés születése előtt az engedjük meg magunkat, hogy találkozzunk ezekkel a módszerekkel, és ismerjük meg őket. Köszönöm szépen. Én is két oldalról közvetem meg ezt a témát. Az egyik, hogy hol szeretnénk ezt a házat, hol szeretnénk élni. Hát a hegyvidéken, Fenyvesbe nem biztos, hogy egy dombházat kell betervezni, hanem inkább egy faházat. Volt erre konkrét példa, hogy bejött, hogy jó, ez neki nagyon tetszik ez a dombház technológia. Megbeszéltük,
a Balázs a tervező kiment felmérni a terepet, hogy hogy tálja meg, hogy néz ki, és azt mondta, hogy egy faházat. Tehát nagyon jó kilátás volt, nagyon jó rálátás volt rajta, és mondta, nem dombházként egy faházat érdemes felépíteni, vagy gyöngházat, mert az fog itt igazán jól mutatni. Tehát ez az egyik, hogy ismerjük a területet. Ennek egy másik része, hogy Észak-Magyarországon más típusú házak vannak, ott nagyon jól mutatnak, nagyon praktikusak, arra az időjárásra. Balatonmári nem nagyon raknék egy olyan házat, kivéve, ha a tulaj azonnan származik. Tehát ilyenek szempontokat is érdemes figyelembe venni, hogy tájba illő legyen valamilyen szinten az a szint. Ha már dombházakról beszélünk, Síkságon inkább egy szintes házat. Viszont ha domboldalon van, akkor érdemes két-három szintes házba is gondolkozni, mert nem probléma, és a kilátást, az teljesen más élményé tudja változtatni ezt a dolgot. Amit még nagyon meg kell nézni, meg körbe kell járni, hogy milyen érzés benne lakni ezekben a házakban. Egyrészt, mi hogy ezek, tehát nem igazán vannak benne egyenes falak, ezért az IKEA-s bútorok nem igazán illeszkednek. Meg lehet próbálni, de így néz ki, hogyha egyenes hátú falat próbálunk hozzáilleszteni. Tehát ennek egy speciális bútorzata is kell legyen, tehát erre is kell gondolni, hogy ez hogy fog kinézni berendezve. Nagyon szépen be lehet ezeket rendezni, viszont azt oda kell gyártatni gyakorlatilag azokhoz a házakhoz. És a másik, amit fontos, hogy tényleg az az érzésvilág, hogy más a páratartam, más a rezgésszintje ezeknek, tehát most építünk egy házat, hamarosan elkészül Pilis Szent Ivánon, és ott van egy meditációs szoba, nincsen benne semmilyen bevilágítás, tehát egy teljesen ilyen belső rész, és már építés közben is mondták az emberek, hogy hihetetlen érzés, tehát hogy így nem tudják miért, de hogy ott úgy remegnek az ember lábai, tehát olyan energiák szabadulnak fel, mert csináltak egy föld alatt egy viszonylag nagy, hát nem tudom, majdnem 6-8 méter átmérőjű, teljesen szabályos alakú kört és abból egy kupolát. Tehát ezeket meg kell tapasztalni, és hogy te mondtad, ott kell lakni 3-4 napig, egy hétig, ott kell aludni, hogy el tudjam dönteni, hogy ez kell nekem, vagy túl sok nekem, vagy kevés, és csak utána szabadna dönteni egyébként, hogy melyiket választjuk. És nincsen, hogy most az a jobb, vagy az a jobb. Adott helyre lehet adott embernek az a jobb, mint a többi, de egy másik helyen a másik megoldás fog működni. Részemről ennyi. Akarsz? Nem jó. Ez egy kicsit olyan egyébként, mint a gyógyulás. Én azt gondolom, hogy nagyon sokféleképpen meg lehet közelíteni egy betegséget, de sokszor a saját személyes körülményeink is meghatározzák, hogy mennyire gyorsan tudunk helyrejönni. És én azt gondolom, hogy mielőtt az ember bármilyen döntést hoz, érdemes tényleg részletesen utána menni, és személyes tapasztalatot szerezni a döntéshozatal előtt. Ami még bennem felmerült így az előnyök és a körülmények felsorása kapcsán, hogy például, ha valaki szeretne egy ilyen házat finanszíroztatni, annak ilyen körülményei vannak. Tehát mondjuk van-e valami különbség az általánosan elfogadott építőanyagból épült házak finanszírozása és akár szupervályok vagy dombház. Tehát hogy áll ehhez például a hitelezési szakma? Személyes tapasztalatokból, vagy például milyen egyéb biztosításokat kell kötni egy ilyen dologra. Tehát, hogy van-e valami különbség, mert tekintve, hogy ez nem egy általánosan elterjedt technológia egyelőre, hanem ez most alulról úgy szerveződik meg inkább, és most már egyre többet tudnak róla. Mi ezzel a kapcsolatban a tapasztalatokra van? Hát az ismeret hiányit is működik, vagy hat. Én azt gondolom, hogy számára nehezebb bankhitelt kapni. De én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül baj. Mert hogyha belemegyünk ebbe az egész történetbe és bankhitelbe próbáljuk finanszírozni, akkor annak elég súlyos következményei van, arra van ennek. Tudod, hogy én sem vagyok ennek a híve, csak azért akarom feltenni a kérdést, ugye, mint ugye sok ember sokféleképpen azt mondja, hogy hát úgy nagyon szeretnék egy ilyet, és hát nem szívesen vennék fel bankhitelt, de mondjuk ki tudnám termelni, ezért megoldanám, hogy ennek a körülményei micsodák, tehát csak ezért kérdezem, ami praktikus szempontok szerint. Igen, ami ezen a téren így zajlik, az, hogy amint meg... tehát, hogy most egy olyan munkában vagyunk benne, amikor a építészeti hatóságot, aki engedélyezi, azoknak a
kollégáit tájékoztatjuk, hogy van már szalmai építési szabvány is Magyarországon, a tűzteszt, tehát hogy nem kell megijedni ettől a technológiától. Illetve nyilván ennek a finanszírozási oldalának a biztosításához is ugyanerre az ismeretterjesztő munkára van szükség. És ha belegondolunk, hogy egy olyan épületre, ha én bankár lennék, egy olyan épületre adjak hitelt, ahol viszonylag nagy a fűtési költség, és az is a havi törlesztési lehetőségeit fogja nehezíteni egy meglakó családnál, vagy egy olyanra, ami ilyen minimális rezsivel tartható fent, akkor nyilván az én befektetői biztonságomat az utóbbi fogja megadni. De hát ez még egy idő, hogy ez a szemléletváltás megtörténik nálunk. A világ más részein, ahol már úgy ismertebb régebb volt ez a technológia, Németországban vagy Amerikában, ott ezek nyilván előrébb járnak a finanszírozással. Ami engem egyébként ezen kívül még így most így gondolkozom sokat rajta, hogy ezt is hogyan lehet közösségi logikával megoldani, egy közösségi alapítvánnyal, hogyha egy több család gondolkodik abban, hogy összefog és elkezd építkezni, vagy hogyha egy tudatosabban, időben, jobban előrelátva próbáljuk meg ezt az egészet rendbe rakni, és egy közösség gondolkodik ebben, akkor meg lehet csinálni azt, hogy időben ütemezzük ezeket az építkezéseket, és akkor nem szükséges ez a úgymond külső, akár banki finanszírozás, vagy egymásnak is finanszírozhatjuk. Tehát egy közösség képes, nem kell mindenkinek állandóan építkezni, szerencsére. És hogyha ilyen technológiákat kezdünk el egymásnak finanszírozni, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az a megtakarított pénz, amit én megtakarítok és odaadom az ismerőseimnek, az egyrészt tudom, hogy hová megy, másrészt tudom, hogy mi lesz belőle, hogy nem egy fegyverüzletbe fog kikötni, vagy nem távol-keleti vendégmunka, vagy ilyen gyerekmunkával előállított cuccoknak a kereskedelméhez járó hozzá, vagy nem ilyen befektetésekbe kerül. Tehát, hogyha egy kicsit megpróbálunk a megszokott gondolkodáson itt is lazítani, akkor rengeteg lehetőségünk nyílik. Ez csak azon múlik, csak rajta múlik, senki máson. Nyilván ezt a megfelelő jogi és egyéb garanciákkal meg lehet teremteni, hiszen erre számtalan példa van. Az egyik kedvenc példám például a biztosítás. Ugye ma nagyon sok cég működik ezen a téren, főleg ilyen multicégek vannak itt Magyarországon, de van olyan is, hogy mezőgazdasági biztosító egyesület, ahol a gazdák összeállnak egy biztosítási egyesületté, fizetik ugyanúgy a kockázatvállalásnál a költségeit, magyarul a biztosítási díjat, viszont egymásnak mennek kárszakérteni, tehát sokkal olcsóbb. Egy gazda, aki maga is gyakorló termelő, tudja, hogy mi az a kár, ami valóban bekövetkezik, és mi az, ami huncutság. Tudják, hogy csak magukat verik át, hogy átvetik az egész rendszert, és ez a logika, illetve a profit, ami egy ilyen érdekes jelenség, tehát az a haszna, ami ennek az egész vállalkozásnak megjelenik, az a saját maguk tulajdona marad. És akkor ebből ezt az egész közösségi működést lehet tágítani, lehet majd oktatást finanszírozni belőle, vagy hogyha valaki már nem tud magáról gondoskodni, akkor lehet ilyen nyugdíjat készíteni ebből, vagy így arra fordítani. Tehát itt a mi gondolkodásunk módunknak az szab határt, hogy mennyire vagyunk kreatívak, és mennyire akarunk új finanszírozási formákat megteremteni. Ha kényelmesek vagyunk, akkor marad ez a mostani rendszer, hiszen én azt látom, hogy ha kényelmesek vagyunk, akkor egyre nehezebben leszünk kényelmesek, hiszen a kamatos kamatokat egyre nehezebben lehet visszafizetni. Egyre több költségem van mindennek. Most csak egy ilyen apró példa, hogy mondjuk itt van ez a pohár, ezt nyilván valaki legyártotta,
forgalmas, de valószínű, hogy vett fel rá bankhitelt, hogy ezt a gyártás és a forgalmazást finanszírozni tudja. A bankhitelt kamattal fizetik vissza, tehát van valamekkora kamat költsége ennek is, hogy ez itt van. Ugye az, amikor adót fizetünk, akkor annak is van egy kamat tartozása, hiszen az állami hiteleket is ebből fizetik vissza, tehát azokat a kamatokat is így fizetjük ki. És akkor, ha még vett fel valaki magának még valamilyen fogyasztási vagy lakás célú hitelt, akkor annak is van kamata. Tehát, hogy ha egy rendszerbe rakjuk ezt az egészet, meg összefüggéseiben vizsgáljuk, akkor a finanszírozás is elkezd sokszínűvé válni. Amíg csak a bevett rutinokat követjük, addig nem túl sok lehetőségünk van. Vagy takarékoskodunk, vagy kölcsön kérünk a barátoktól, vagy elmegyünk a bankba, és hogyha van megfelelő fedezetünk, akkor megkapjuk a beruházáshoz szükséges pénzt. Nyilván itt is már érdemes így ebben gondolkodni, hiszen a üzemeltetés miatt nekünk nagyobb biztonsággal tudunk ilyen bankhiteleket is visszafizetni, de legyünk tudatában azzal, hogy ez egész pénz, struktúra és kamatos pénz struktúra az elég sok társadalmi problémát termel. És akkor megint abba hagyom, mert ez megint nyitja az összefüggéseket, és térünk vissza ezekhez a technológiákhoz. Még nagyon érdekes, hogy itt van megint az a pont, és mielőtt Karcsi folytatná, hogy vannak olyan munkák, főleg egy ilyen ökológiailag, hogy is mondjam, gazdaságosabb építménynek a legyártásánál, vagy az összes járulékos munka, ami ezzel jár, amit nem feltétlenül kellene forintba rendezni egymás között, hanem lehetne duális pénzrendszerrel működtetni bizonyos munkákat. És igenis vannak olyan közösségek világszerte, ahol ezt alkalmazzák, és én azt gondolom, hogy ezt egyszer meg kéne ismerni, mert egyrészt a költségeket is csökkenteni tudná egy ilyenfajta megközelítés, másrészt rengeteg esetben munkát tudna adni olyan emberek számára, akik nem tudnak munkát találni, mert igazából, hogyha körbenéztek, korábbi beszélgetések során is elhangzott az, hogy bizonyos dolgokra nincs pénz, de munka az lenne, tehát nagyon sok a munka, még külön ember, aki szeretne valamit csinálni, tehát a pénz az, ami hiányzik hozzá, ezért pénzt kell létrehozni, ami nem egy ilyen mindenkit kamatba meg adósságba verő rendszert hoz létre. Úgyhogy valóban, finanszírozás azt sokkal kreatívabban is meg lehetne oldani, de még jelenleg ebben a rendszerben azért ismernünk kell ennek is a korlátait. Radom, visszaszól. Köszönöm. Nekem is ez a véleményem gyakorlatilag, hogy hagyományos értelemvet hitel, banki hitelekkel belevágni egy ilyen építkezésbe nem lehetetlen, de elég nehéz, vagy merész feladat még. A bankok hozzáállása miatt, de nem csak a bankok, egyelőre a társadalmi hozzáállás is még óvatos ezekhez az építkezési, alternatív építkezési módszerekhez. De felveti azt a lehetőséget, aminek itt megpedzegettük tulajdonképpen a gondolati csíráját, hogy a hitel itt jelen esetben nem csak anyagi forrásokra vonatkozó hitel, hanem ezeknél a nagy élő munkaigényű építkezési módszereknél gyakorlatilag a munkahitel is benne lehet, és ezt közösségi szinten megoldva vagy teljesen, vagy részben ki lehet hagyni egy viszonylag komoly banki hitelt. Tehát meg van spórolva az a pénz, ami adott esetben szakmunkára, ami adott esetben munkabérre, ami adott esetben olyan anyagköltségre kellene a banktól lehívni, ami itt nem jelentkezik. Nem mondom, hogy lehetetlen, nem ismerem a banki szabályozást annyira, hogy azt tudjam mondani, hogy lehetetlen egy, akár egy teljes építkezés banki hitelből finanszírozni, de itt is, mint gyakorlatilag ezeknél az építkezési módszereknél úttörőnek kell lenni, és lehet, hogy ki lehet járni, meg lehet csinálni, végig lehet menni. Én kedvező tapasztalatokról nem tudok beszámolni, a kollégák lehet, hogy inkább. Nem állítom, hogy lehetetlen, de más módszereket keresnék én is, tehát nem javaslom a banki hitelt rá. Érdeklődés szinten biztosítás, tehát még egy ilyen épületnek mindenre kell valami engedélyt szerezni, ugye vannak hatósági engedélyek, hogy egyáltalán egy ilyen épületet használva lehessen venni. Milyen biztosítási követelményei vannak egy ilyen épületnek? A biztosítók rugalmasabbak már, tehát biztosítani lehet, egy tyúkolat is lehet már biztosítani, kerti tavat is lehet biztosítani, tehát ilyen értelemben nincs ezzel probléma. A bankok más elvek alapján bírálnak, gondolkodnak,
nem tart még ott a bankirendszer, vagy erre úgy tekintsen, ahogy itt felvázoltad, hogy sokkal biztosabban visszajöhet a pénz egy olyan háztartásból, ahol a rezsér lényegesen alacsonyabb, mint egy másiknál, ahol háromszor annyi a rezsés, kétes a megterülése és a befektetésének. Nem így gondolkodnak még, de tényleg nem mondom, hogy lehetetlen. Ha valaki ebbe vágná a fejszéjét, hogy csak hitelből szeretné ezt végignyomni, én azt mondom, hogy lehet, hogy érdemes megpróbálni, de ő körül lesz ezen a vonalon. Minden egyébhez megfelelő érvrendszert kell felépíteni, aminek egyébként része az, amiről itt kettő is említettetek, hogy mennyivel gazdaságosabb egy ilyen épületet működtetni, és ez az sokkal inkább garantálja azt, hogy vissza lesz ízett oda hitel. Hát ezt te megérted, többen megértik, de nem biztos, hogy ezért azt a tulajdonán megérti az ügyintéző, a hitelelbíráló. Van egy, vagy születőben van egy új fogalom, ez a helyi építőanyag, ami tulajdonképpen... Ami tulajdonképpen annyit akar, hogy a házépítéshez felhasznált anyag, az az építkezés 50-60 kilométeres körzetéből kell, hogy beszerezve, felkutatva legyen. És tulajdonképpen ezeknél az általunk készített házaknál maga a tervező statikus az, aki a hátát tartja az egészért, mivel nincsenek szabványosított, a mai értelemben vett szabványosított építőelemek benne. Ezért tulajdonképpen mindig helyileg van bevizsgálva az az építőanyag, amiből a konkrét épület elkészül, és az építész tervező az, aki felelősséget vállal azért, hogy maga az épület az abban a formájában tartós és jó minőségű lesz. Egyébként a cégünk már felvette a kapcsolatot egy bankkal, és próbálkozunk a banki finanszírozás és a banki háttér megoldásán is. A biztosítással kapcsolatban nem tudok róla, hogy lennének problémák. Az én is úgy tudom, hogy a biztosítások azok már működnek, hát a bankok nem egyszerűek. De úgy gondolom, hogy jobb is, ha minél inkább kerüljük őket, de azért próbálkozunk azzal, hogy amennyiben az szükséges, akkor egy ilyen földháznak a felépítése, ez egy bank is bevonható legyen. Még egy kicsit visszavenném a szót. Itt elhangzott egy szó, hogy duális pénzrendszer. Nem tudom, hogy ki mennyit tud róla, de vannak a forint mellett más fizetőeszközök is. Balatoni korona, sopinki frankos hasonlók. A mi cégünk is az egyik ilyen pénzrendszernek a tagja, mégpedig a Hungarónak. Mi azt jelenti, hogy lehet ebbe a pénzben is fizetni, illetve forintban, és ennek van egy aránya, minden cég meghatározza, hogy milyen arányba kér forintot, és milyen arányba kéri ebbe a másik fajta pénzben a rendszerét, és nálunk a dombházak építésére 50%-os intenzitást beszéltünk meg. Tehát gyakorlatilag 50% forint mennyisége már el lehet kezdeni az építkezést, és a többit Hungaróból kigazdálkodni. Illetve tárgyalásokat folytatunk, és úgy néz ki, hogy megoldható a kamatmentes ingatlan hitel lehetősége Hungaróban, ami egy elég durva lépés lenne, ami azt jelenti, hogy néhány százalékot kell fizetni, és teljesen mindegy hány év, hát nem teljesen mindegy, meghatározott futamidő alatt nincsen kamatos kamat ráterhelve erre a részre. Tehát felveszek egy 10 milliót, és visszafizetek 10 millió 200-at 10 év alatt Hungaróban. Ez azért az elég komoly előrelépés, és toljuk ebbe az irányba is a lehetőségeket. Ezt köszönöm, hogy elmondtad, mert én azt érzem egyébként, hogy személyes tapasztalat még nincsen, csak olyan embereknek a személyes tapasztalata, akik duális pénzrendszereket már létrehoztak, és a már korábbi előadásokban is említett belga szakember Bernard Lietár mesélte nekem, hogy például Uruguaynak a gazdaságát úgy sikerült fellendíteni, hogy a jelenlegi elnök belement abba, hogy számos gazdasági tevékenységet helyi, ilyen közösségi pénzben rendezzenek el egymás között. Ez gyakorlatilag Uruguayt, ez a gondolkodásmód, ez a leggazdagabb dél-amerikai országgá tette. Tehát jelen pillanatban gazdaságilag a csúcson van Uruguay, és pont most terjedt el az interneten, hogy az uruguayi elnök, bizonyos José
nem jegyeztem meg a nevét, M betűs. Ő egyébként gazdálkodó, 78 éves, az államtól kapott pénzét egy alapítványnak adja, amivel szegényeket segítik ki. Szóval ez egy nagyon egyedülálló emberke, és őtök bocsát az emberkéért, mert nem emberke, ez egy hatalmas, óriási ember a szememben, aki ilyet képes megcsinálni. És többek között például azt hiszem, ha jól emlékszem, Lettországnak az elnökével is, vagy Litvánia? Keverem, valamelyik a kettő közül leült tárgyalni ez a Lietár nevű úriember, és azt mondta, hogy az országnak a gazdaság élénkítő programjának jelentő, tehát nagyon fontos sarkövővé vált az, hogy egy helyileg létrehozott elszámoló eszközben működjenek a vállalkozások, és nagyon jól működik ez. Tehát ez azért nagyon fontos, és ha már említette Laci a Hungarót, az első magyar clearingház Kft. Nevű cég, aki ezzel foglalkozik, érdemes utána nézni. Tehát mindenkinek javaslom, hogy a duális pénzekkel kapcsolatban csak úgy olvasgassatok minél többet, mert azt gondolom, hogy ez a jövőnek az egyik megoldása, ez finanszírozási kérdések szempontjából mindenképpen. Tekintve, hogy lassan itt a beszélgetés vége felé közeledünk, szeretnék még egy olyan utolsó kört itt tenni, ahol elmondanátok ti a ti saját személyes történeteteket. Tehát, hogy amikor egy ilyen tevékenység valaki belevág, én azt gondolom, hogy nem elsősorban gazdasági cél motiválja, hanem van egy olyan személyes élmény, amit úgy gondolja, hogy megharasztani az emberekkel. Persze van mögötte egyfajta szaktudás is, de hogy egy olyan személyes élmény, amire azt mondja, hogy ezt meg kell érezni, ezt érezni kell, mert ez nekem olyan sokat adott, hogy ezt a minél többen megismerik ezt az érzést, hogy én egy olyan környezetben lakom, ahol bizonyára ti is ismeritek azt, amikor bementek egy ilyen betonplázába, akár itt az a Békés Csabán is található, és hogy valahogy valami ott nem jó ott bent. Ugye valahogy annyira nem van fogva az egész, ott nincs megfelelő, az egész rezgés. Nem érezzük azt, hogy a természet részei lennénk, és egy ilyen élőházban pedig pont az ellenkezője van. Tehát amit mondott a Laci is, hogy ott a Pilisben, ahogy megépítenek egy ilyet, és egyszerűen érzi az ember, hogy a földből, ahogy jön a sugárzás a pozitív rezgések értelmében. Szóval ez egy teljesen más élményt nyújt. Hát mi az a személyes történet a ti részetekről, ami arra sarkal benneteket, hogy ne csak, hogy egy ilyen házban éljetek, hanem hogy ezzel foglalkozzatok, hogy minél több emberhez eljusson. Van másik, mi? Na, szóval... hát én nekem 16 éves koromban indult ez a zenés történet. Nem fogom elmesélni, mert mindenkit megkímélek ettől. De hogy nagyon sokféle az, hogy ez a társadalom hogyan bánik a saját természetével, a saját környezetével, ez engem így középiskolás diákkoromban eltalált, és úgy tűnik ez így elég stabil maradt. Tehát ezzel foglalkozom, és nagyon-nagyon sok ilyen úgynevezett, idézőjel mondom, a megoldást láttam, próbáltam ki, beszéltem róla, foglalkoztam vele, és egy idő után rá kellett jönnöm, hogy amikor egy-egy tünet van, egy-egy jelenség, akkor azok a megoldások, amelyek ezt látszólag kezelik, azok lehet, hogy több problémát szabadítanak ránk. Egy ilyen nagyon klasszikus példám lehet, hogy akik ilyen környezetvédő magatartással gondolkodnak magukról, mérések lesznek rám, de sokszor például a szelektív műanyag hulladékgyűjtés, hogyha megnézzük azt, hogy milyen rendszerbe csatlakozik be, és tegyük fel azt, a hulladékot utána elviszik Kínába, ott átalakítják, majd visszahozzák ezt műanyag póló, vagy egyéb tárgyformájában, és megnézzük, hogy ennek mekkora környezeti terhelnek a szállításnak itt kontinensek között, akkor már lehet, hogy amit egyik kis oldalon megnyerünk azzal, hogy nem lesz belőle hulladék, a másik oldalon is veszjük, mert szállítási szempontból rengeteg energiát igényel és környezetszennyezést okoz. De lehetne a szennyvíz rendszerek, az szennyvíztisztító rendszerek kiépítésének az összes környezeti hatását megnézni. Nem biztos, hogy a ma drága közpénzen felépülő ilyen rendszerek összkörnyezeti hatását tekintve pozitívak. Tehát lehet, hogy sokkal több környezetszennyezés születik meg így,
Na, eljutottam ehhez, hogy itt rendszerek működnek, és a rendszerek teljesítményét kell vizsgálni, nem elég egyetlen egy megoldás. És akkor elindult a keresés, persze meg így ez ilyen hosszú távú folyamat, vagy így mindig egy kicsit ér a gondolkodás, érik. És 10 évvel ezelőtt így egy barátom szólt, hogy te itt a Sárospatakon épül egy ilyen ház, menjünk, mert jó fej a család, meg érdekes lesz az egész, és akkor hát menjünk. Nosza, és nagyon jó volt, egy kicsit ilyen borús volt az idő, mint ma kb., hogy hol esett, hol fújt, de hogy így amikor úgy neki tudtunk lendülni, a kalákával nem volt túl nagy tapasztalatunk, úgyhogy ez sok időt igényelt, meg rengeteg ember odament, egymás útjában voltunk. De amikor is sikerült belendülni, és mindenki megtalálta a helyét, akkor ilyen nagyon érdekes érzés, hogy reggelig még nem volt semmi, csak néhány ilyen létreváz a falak. Helyén este, amikor meg eljöttünk, lényegében álltak a falak, és egy háznak így látszott a ház, mi volt, vagy így az egész jellege. És maga egész nap, hogy egy élő anyaggal dolgoztunk, közben jókat szórakoztunk, tornáztunk ott a létrevász között. Ez egy jó élmény, ezt így érdemes csinálni. Én dolgoztam diákként szalag mellett is konzervgyárba. Hát nem lehet összehasonlítani a két élményt, amikor természetes anyaggal estére alkotunk valamit, van egy produktum, egy termék. Úgyhogy ez az ilyen érzelmi, vagy egy ilyen ki tudok emelni, de hát nyilván sok élmény van ezzel kapcsolatban, mert azóta sokféle építkezés volt, meg sok élményem van. És én egyébként meggyőződöm abban, hogy ezek a technológiák, ezek rendszerbe illeszhetők, rendszergondolkodás segítenek, hiszen egy ilyen házban egy kicsit másképpen is kell gondolkodnunk, működnünk, mint egy szabványosított panelépületben mondjuk, és a gondolkodásunkat ez sokkal jobban fejleszti. És én azt gondolom, hogy ezen múlik egy kicsit a jövünk, hogy hajlandóak-e vagyunk, meg képesek leszünk a gondolkodni a saját dolgainkról, vagy elfogadjuk a kész konzerv megoldásokat, és ennek az összes járulékos használt idézőjel mondom, majd élvezni fogjuk. Na hát, ennyi. A saját személyes történetem az 15 évvel ezelőtt kezdődik vályoggal, szupervályoggal kapcsolatban. Én városból költöztem le Budapestről vidékre, és ott találkoztam először vályogépülettel. Illetve nem először voltam már benne, de olyan szemlélettel, hogy tulajdonként én ebbe költözhetek és ebben csinálhatok gyakorlatilag azt, amit csak szeretnék, ez 15 éve adatott meg nekem. Pestről lekerülve városi fejjel minden építészeti ismeret nélkül vágtam bele egy olyan felújításba, amit ma már azt mondanám, hogy nagyon bátor voltam, sőt vakmerő, de egész egyszerűen beleszerettem a vályogba, akkor még a vályogba, később a szupervályogot is megismertem, de a vályog adta meg először azt az érzést, hogy azt csinálok egy épülettel gyakorlatilag, amit a képzeletem, a fantáziám kiad. Tehát nem egy panel szerkezet, nem egy olyan végla épület, amiben a vasbeton gerendák nekem meg fogják határozni, hogy hozzányúlhatok-e vagy sem. Itt is van főném, itt is van statika, itt is van szerkezetek, amikhez érteni kell. Most már tudom, hogy bátor voltam, de én kiszedtem egy főfalból 3 méteres falat úgy, hogy oda beépíthettem egy villámsújtott anyárfának a 3 méter torokszélességű ágfáját, gyakorlatilag ajtó helyett. És úgy, hogy az még most is ott áll, és ott fog állni valószínűleg még 50 év múlva is. És egész egyszerűen ez az érzés, amit az adott nekem, hogy hozzá lehet nyúlni, és egy kis fejszével, ásóval, saját olyan szerszámokkal, amiket én is tudok kezelni egyszerű laikusként is, hozzá értés nélkül is, ez olyan érzést adott, amit csak megfejelni lehetett azzal, amikor a szupervályoggal találkoztam, és ott meg a közösségi kaláka érzéssel ez az egész megtolva, hogy ugyanez a változatos formagazdagság, ahol az ötleteknek a tárházatére csak az egy saját korlátai az embernek, bármit meg lehet tenni. Persze adott körülmények közt meg vannak keretek, de sokkal tágabbak, mint a hagyományos építkezési módszereknél, és hozzáadódott az a közösségi érzés, hogy itt együtt csinálunk valamit,
egyszerre, egy cél érdekében, és az egésznek volt egy olyan buli hangulata, vagy van egy olyan buli hangulata ezeknek az építkezéseknek, amik én nem tudom azt gondolni, hogy nem kerül be az épületbe. Teljesen más lesz az épületnek a hangulata, vagy energetikája, hogyha csak megrendelem egy prospektussal, és az oda kerül, mintha én is beleteszem a munkámat, meg a barátom is beleteszi. Nem feltétlen kell ehhez csak fizikai munkán gondolkodni, nem feltétlen kell arra gondolni, hogy a talicskát kell mindenkinek tolni, de mindenki bele tud tenni valakit. Az a leggyengébb nátszálvékony nő is ott tud lenni, és igenis benne lesz ő is abban az épületben, ahol elkészül. Nekem ez nagyon nagy érzést adott. Hát nekem, amit ezek a házak nyújtanak, az a alapéletmódon benne van a természetesség, a szabadság, a függetlenség, tehát igazából ezeket képviselik ezek a házak. Kellett egy gondolkodásmód, igazából tapasztaltam egy érdekes gondolkodásmódot egy kb. 4-5 évvel ezelőtt, kint voltam egy 3 hetet Iránban. Csak úgy neki mentünk a világnak, én nagyon sokat utazok pont ebbe a szemlélettel, hogy hátizsák, autós tapasztán, hogy menjünk a világba, valamelyre majd eljutunk. Így kb. 40 országot jártam így végig, és Iránba tapasztaltam meg, hogy kint a sivatag közepén vályokból olyan csodákat építenek, hogy egyszerűen hihetetlen, és úgy tudom, maga a szupervályog is Iránból származik, tehát maga az ötlet. És olyanokat láttam, hogy kint a sivatag közepén, ott zöldel egy kis város. És elkezdtem utána elni, hogy működik ez a dolog, és kiderült, hogy kb. 200 km hegyekből 10 méterrel a föld alatt ástak egy kb. Ilyen magas, ilyen széles, hogy egy ember képes rajta végighaladni egy ilyen csatornát, és azon keresztül hozzák be a vizet a városokban. Úgy mondom, hogy 10 km-enként egy ilyen tojást képzeljétek el, egy 5-6 méter átmérői tojást, ahol le tudsz menni alá, és vizet tudsz szerezni. Tehát a Sejmút az égeben így működött, hogy ezeken a tojásokból szedték a vizet, amit több száz kilométerről földaltásott csatornákon hoztak el. Majd ez a víz befolyik a városban, és minden ház alatt végigmegy, és van egy ilyen körülbelül ekkora kis tava mindenkinek, 3 szint mélységben. És onnan veszik a vizet, oda viszik le hűteni a húsokat, és amikor ez végigmegy az egész falun, akkor kivezetik, és ebből csinálják meg a kerteket, meg a locsolást gyakorlatilag. A másik érdekesség, amit így Irán építkezésben érdekes volt, hogy mindenhol ilyen nagy vályok, oszlopok voltak a városokban, a házak tetején. Körülbelül ilyen 2 méterszer 1 méteres, 8-10 méteres oszlopokat képzeljétek el. Tetején ilyen nyílásokkal is, nem értettem, hogy mire szolgálnak, és egyik idegenvezető elmondta, hogy benne ilyen négyszög, tehát ilyen keresztben vannak ilyen szintén vályok falak, valamelyről mindig fúj a szél, és valamelyik részen befúj a szél, a csator, vagyis ez a kémény gyakorlatilag lemegy ehhez a vízhez, és onnan hozza fel a hideg levegőt a szobákban. De gyakorlatilag 3000 évvel ezelőtt megoldották a légkondicionálót, mindenfajta technika nélkül, csak vályokból. A másik, hogy ott vannak a sivatag közepén, és mindenhol sivatag, kivéve ahol gazdálkodnak, és hogy ezt hogy oldották meg. Most már sok helyt újraépítették ezeket a régi módszereket. Szintén vályokból csináltak egy kb. 10 méter átmérő, 10 méter magas ilyen hengert. Benne ilyen érdekes kialakítású háromszög szerkezet, és benne egy kis kupó galamboknak. Kb. 8 méter magasban volt egy ilyen csiszolt márvány gyűrű. És az volt ennek a lényege, hogy ebbe beküldöztek a galambok. Környékről szereztek kaját, tehát azt nem kellett etetni őket. Vizet azt kivezették neki a falu szélén, tehát vizet adtak a galamboknak, ki tudtak repülni, be tudtak repülni. Ez a furcsa, kb. 1 méteres ilyen csiszolt márvány, az arra volt, hogy kígyók meg a skorpiók ne tudjanak bemenni, és havonta 2 méter magas szerves trágyát tudtak egy-egy ilyen toronyból kivinni, és megoldották azt, hogy a sivatag termőre váljon. Másik, ami meglepett, hogy itt a sivatagban halból export van. Igen, exporton. És kérdeztem, hogy ez hogyan megmért, és mondták, hogy hát a vizet azt visszaforgatják, tehát az nem kell sok, viszont itt nincsen meg a halaknak a természetes ellensége. Nem betegszenek meg a halak. Sokkal gazdaságosabb itt a sivatagban halat termeszteni, vagy növeszteni, mint máshol, ahol amúgy előfordulnak. És ezek a kis apró gondol furcsaságok. Vagy ami másik tetszett, képzeljétek egy kb. 18 méter magas tojást, aminek egy halmad a föld alatt van, a többi az így vályokból indul egy másfél méteres fallal.
folyamatosan szűkül, és a végén van egy kis világítás. És ez arra szolgál náluk, hogy tehát ez van vályokban, hogy télen, éjszakánként néha lemegy 0 fok alá a hőmérséklet. Voltak a tojás mellett egy ilyen fal, hogy a napot teljesen kitakarták, és ilyen vízmedencéket építettek ki, és azon volt egy fél méteres vagy 20 centis vízréteg, és amikor lehűlt a levegő, akkor jeget tudtak ott felszedni, levittek egy 30-40 centi jeget ebbe a tojásba, majd ráraktak egy kb. 20-30 centi szalmát. Majd megint jég, megint szalma. És a tojást így feltöltötték, és egész nyáron ott az 50-60 fokban volt, ahol a hús tárolják, volt jegük, és hetente egyszer nyitották ki ezt a tojást, mindenki berakta húst, kivette húst, tehát amit éppen kellett, meg vitt magának haza egy tömb húst, amit levitt a víz mellé a pincéjükbe. És ez egy 3000 éves technológia, agyagból, szalmából is ennyi. Tehát ez volt az, amikor így leesett, hogy hoppá. És rá egy évet találkoztam ezzel a dombház technológiával, és onnantól kezdve tudtam, hogy ez az irány. Tehát nagyjából ez alakult. Hát akkor ezek szerint én vagyok az egyetlen építőiparos. Én közel 20 éve foglalkozom hagyományos építőiparral, amiből így nagyon-nagyon elegem lett. És hát olyan 2-3 éve találkoztam a szupervályok technológiával is, az is nagyon tetszett egyébként. Aztán végül is ez lett belőle. Én abba akartam hagyni az építőipart, annak ellenére egyébként, hogy nagyon szeretem, egy kreatív szakma, de hát hogy nem is tudom, velejég romlott. Látom, hogy miket építünk, látom, hogy már a tervezésnél el van rontva, az alapkoncepció rossz, rosszak a felhasznált építőanyagok, és hát az utolsó pillanatban úgy alakult, hogy akkor, hát ha ez nem megy, akkor legyen vályog. Nekem ez volt a rövid történetem. Szerintem a közös egyébként mindegyik történetben az, és ezzel nagyon szépen megköszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok egyrészt a szakmai tapasztalatotokat. Azt gondolom, hogy rendkívül értékes információkat kapunk mindannyian ezekkel az épületekkel kapcsolatban, vagy ezzel a technológiával kapcsolatban, hogy az ilyen típusú építkezés mögött, tehát ez nem működik szív nélkül. Tehát valahol ez mind szeretetből épül. Mert ezek nem a legegyszerűbb módszerek. Tehát itt olyan, valahol egy picit szembe kell menni konvencionális, már elfogadott technológiákkal, mint ahogy egyébként említve is volt, hogy a finanszírozás is nehezebb egy ilyennek, stb. De mégis ami létrejön, az valami olyan természeti és emberi csoda, hogy ilyeneket tudunk mi alkotni, ami azt gondolom, és főleg azok után, amit Laci itt elmesélt az imént az iráni 3000 éves technológiákról, hogy itt azért van mit tanulnunk szerintem akár az ősöktől is, meg azoktól a társadalmaktól, akik a technológiai fejlődést egy kicsit más szinten képzelik el. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. És önöknek, nektek meg azt tudom így szívből javasolni, hogy meséljetek másoknak is azokról az információkról, amiket itt hallottatok, hogy minél több emberhez eljusson. Mert azt gondolom, hogy akkor fog elkezdődni bármilyen változás, hogy ilyen élő helyeken lakjunk. Ez a saját rezgésünket is meg fogja változtatni, nekem meggyőződésem, hogy hosszú távon ez egy magasabb rezgésszintű társadalmat is létre tud hozni, hogy ilyen helyeken élünk, hogyha minél többen tudunk róla. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, tartunk egy fél órás szünetet, és akkor utána lesz még egy utolsó másfél órás kocsma beszélgetés itt. Itt van kérdés hátul, bocsánat.
Tehát a kép... Tehát a kérdés még egyszer így a felvétel kedvére elmondom, hogy el se hallani, hogy hatósági engedély, tehát nagyon nehéz van hályogi épületre hatósági engedélyt szerezni, és hogyha bármi későbbi bővítés, vagy bármi, mint a házban az ember szeretne csinálni. Kéményépítés. Tehát ez hogy működik? Próbálok, köszönöm a kérdéseket, próbálok sorban válaszolni. Az első talán az volt, hogy ez a kiégetett technológiával létezik-e ilyen épület. Magyarországon nem, Ázsiában, Indiában több ilyen is van. Nálunk próbálkoztam én is, egy kutyahol méretű épület. Nem mondom, hogy ki finomult volt, illetve kijelölt a technológia, nem javasolnám még én, illetve kísérletezni lehet vele. Egy komplett házépítésre ezt a kerámia építészetet én most így még nem tudnám őszintén javasolni. A második kérdés, hogy vályog épületre, vagy vályog téglából készült épületre nem lehet építési engedélyt, vagy lakhatási engedélyt kapni, ez valószínűleg a helyi szakhatóságnak egy kekeckedése, mert van vályog téglára szabvány, és lehet kapni gyárból is vályog téglát. Konkrétan Fehérvárról vásároltam is valamikor régebben. Tehát Székesfehérváron a téglagyárban bemegy az ember, és szakhatósági minőségi tanúsítvánnyal együtt megkapja a téglát, és gyakorlatilag az a bevizsgált tanúsítvány az elég bármilyen szakhatóságnál. Egyéb módszerek is vannak rá, tehát lehet helyi építőanyagként végigfuttatni. Picit macerás a történet, de teljesen legális. Ez egy jelenleg, én azt mondanám, hogy az építési előírásokban egy kiskapu még, amit próbálnak, vagy próbálunk fenntartani, illetve tágítani. Lehet teljesen szabályosan és építési engedély alapján megkapni egy lakhatási engedélyt ezekre az építésekre. Valószínűleg egy kekeckedés volt itt helyben. A harmadik kérdés, hogy hol lehet ilyen épületeket megtekinteni. Ahol mi építkeztünk, illetve készítettünk ilyen épületeket, az Bács-Kiskun megyében Bócsán mindegyszeren. Ott lehet megtekinteni Magyarországon, illetve a Velencei tó partján épült ki egy olyan épület, ami melléképület, illetve ilyen zuhanyzó, vagyis ilyen kabin, fürdőkabin a Gárdonynál, a Velencei tó partján. Nagyon sok ilyen épületet lehet megtekinteni a Közel-Keleten, Amerikában, Mexikóban, Indiában nagyon sok épület. Európában viszonylag kevés, úgyhogy javasolnám Kecskeméttől 25 km-re Bócsán. Ott lehet ilyeneket. Maradt még kérdés? Ez így van. A minősítés. Nem lehet kikerülni, hogyha nincs meg az eredeti minőségi tanúsítvány. Vannak kerülő módszerek, a magyarok meg szokták oldani rendszeresen, tehát vannak ilyen, de megoldható. Egyébként nagyon drága, de tényleg utólag így különösen. Más módszerekkel szokták ezt megoldani, úgy tudom. Tehát sajnos hivatalosan nagyon-nagyon nehéz és nagyon költséges. Köszönöm. Egyéb kérdés bárkitől? Jó, akkor köszönöm szépen még egyszer, és akkor további kellemes napot kívánok, és ha valakit érdekel, akkor félre a múlva még indítunk egy újabb követet.